onnan szereztünk tudomást, hogy a önkormányzat helyi újságjában jelent meg itt nőnapra a önkormányzat képviselőtestületi ülésekről szóló beszámoló, amiben egy címszavakban annyi szerepelt, hogy három akaratjai ingatlan elővásárlási jogával az önkormányzat pénz hiányában nem kíván élni. Én vettem a szokásosan fáradtságot, után néztem, hogy melyik ingatlanok ezek, és kiderült, hogy ezek közül az egyik a Volt Piroska Camping, a másik kettő pedig a Szilfa Camping. Na most az újságban nem derült ki, hogy a vételár, ami nekünk nincsen, az mennyi volt. Nekem ezzel kapcsolatban az aggályom, hogy ezek olyan vízparti területek, amelyek ma még természetközeli állapotban vannak, illetve olyan ingatlanokkal határosak. Mellette van az egyszem kis horgászkikötő, amelyik ugyan állami tulajdon, de egy horgásztársaság bérli már jó ideje, és tudom, hogy egyes befektetői csoportok ácsingoznak arra, hogy ez a kikötő, és mivel mellette van a Piroska Campingnek, hát azok szoktak legjobban erre a kikötőre szemet vetni, akik a campingnek is a tulajdonosai, vagy Volt Campingnek is a tulajdonosai. Egy nagyon lazán beépített, tehát gyakorlatilag camping, ami nem generál óriási gépkocsi forgalmat, mint az a fejlesztési lehetőség, amit 2016-ban akaratja első önkormányzata polgármesteri kezdeményezésre elfogadott. Az eddigi beépíthetőséget minimum 2-3-szorosára megnövelték, lecsökkentették a terület minimális zöld felületként megtartásának igényét, tehát magyarul sokkal kisebb zöld felületet kell megtartani, és egy olyan területről beszélünk, amit mondom, nem győzök hangsúlyozni, hogy természetes közeli állapot vált, az ember ránéz, látja, hogy zöld felület, mellette nádas van. Ez 2016-ban lett átminősítve, ez egyébként egy több egyéb ingatlan is át lett akkor minősítve, többek közt a Volt Mávüdülő, a mai MNB alapítvány Kft.-jének a tulajdona. Hát ott is jelent hasonló dolog történt, hogy megnövelték a beépíthetőséget, lecsökkentették a minimális zöld felületet, tehát nem csak egy, visszatérve kérdésre, nem csak ez az egy ingatlan, hanem néhány, hát én azt mondom, hogy körülhatárolható, hogy kik igényének megfelelő módosítás történt. Egyébként ezzel kapcsolatban, és ez, azt hiszem az országos sajtóban is megjelent több hír, született egy állampolgári jogok biztosának egy 60-valány oldalas jelentése, ami elég részletesen taglalja, hogy ez a rendezési terv módosítás hány sebből érzik, kezdve az alaptörvényből levezetve egészen természetvédelem és hasonlókig. A ombudsmani az ajánlásokat, megállapítást és ajánlást tehet, ha pontosan fogalmazok, ennek semmi jogkövetkezménye nincs.